Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján az összecsapásban elesettekre és a meghurcoltakra emlékeznek. Október 29-ig lehet pályázni az élmény alap idei kiírására, ugyanakkor már szervezik a decemberi élményes vacsorát. Felszerelésekkel bővült az Örvény Közösségi Ház konyhája, és egységes ruházatot kap az Örvény kórus. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! Az 56-os események emlékére tartottak ünnepséget Gyergyószentmiklóson szerdán délután. A helyi önkormányzat, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os Vitézi Lovagrend szervezésében. A főtéri tiszteletadást követően a temetőben helyezték el a kegyelet koszorúit. Tudatosítanunk kell önmagunkban, hogy mi magyarok jelen helyzetünkben nem valami ellen, hanem valami mellett kell kiálljunk. Egyszer s mindenkorra el kell köteleződjünk nemzeti kincseink, értékeink megismerése és gyarapítása mellett, mert nemzetet és nemzedéket csak azt tud nevelni, aki saját nyelvét és kultúráját tanulja, műveli, éli és megéli a hétköznapokban. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékünnepségét városunkban. Az eseményről 24. alkalommal emlékezik meg a helyi lakosság, ezúttal akár csak tavaly a főtéri pergolánál tartották a tiszteletadást. A történelmi visszatekintőt Benedek Csaba, a Vaskertes Általános Iskola pedagógusától hallhatták a jelenlévők, majd Nagy Zoltán polgármester távollétében Len Emil Balázs alpolgármester mondott beszédet, rámutatott, hogy az 56-os események leckét adtak a világnak és nekünk is. A fiatalok, akik bár féltek, de hazaszeretetük és szabadságvágyuk legyőzte a félelmet, és nem hátráltak meg. Az emlékünnepségen a Mennyből az Angyal című költeményt a gyergyószárhegyi születésű Volt Politikai Fogoly, ma a Csíkszeredában élő Szilágyi Árpád szavalta el. Mennyből az Angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, hol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából. Angyal, te vigyél hírt a csodáról. Mezei János, az MPP országos elnöke aggodalmának adott hangot, mondván, hogy kevesen vagyunk a megemlékezésen, és kevesen érzik az 56-os történések súlyát. Nem emlékezünk, nem emlékeztetünk, és hagyjuk, hogy elsorvadjon. Pedig alig ha van olyan történelmi esemény, aminek fontosságán többet vitatkoztak volna történészek és politikusok, magyarok és nem magyarok, egyszerű emberek és hatalmasságok, mint az 1956-os forradalom tényszerű valóságán. Hosszú évtizedeken keresztül még forradalomnak sem volt szabad nevezni, az áldozatokról nem lehetett beszélni. Valójában 1956-ban a magyar egyetemisták, a munkások, a pesti srácok spontán összefogása leleplezte a kommunizmus erkölcsi, szellemi zsarnokságát és megrengette a földgolyó legnagyobb birodalmát, ami 33 év múltán darabjaira is esett. Az egyházfők, főtisztelendő György Balázs, római katolikus lelkész, Mátyás István református lelkész és Tőkés Bence Zsuzsanna unitárius lelkész imádkoztak a hősükért, a mártírokért, és kérték számukra a végső megbékélést. Az emlékünnepségen dalolt a Gyergyószentmiklósi Ipartestület férfikara Málnási Katalin vezényletével, valamint György László a Republik egyik dalát és Cseh Tamás Korvin köziek című művét adta elő. Életemben
eszembe jut. Tisztán látom olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött, ivás után, s félrehúzott, van egy balladán. Ezt követően a jelenlévők a férfikar felvezetésével vonultak át a római katolikus temetőbe, ahol a hősök előtt tisztelegve elhelyezték a kegyelet koszorúit. Jövő szerdán összeülhet a plénum a kormányt beiktató szavazásra, közölte a kormányalakításra felkért Ludovik Orbán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke. Elmondása szerint, mivel a kabinet sürgős beiktatására van szükség, mindkét házelnöknek levelet fog küldeni egy minél szorosabb kormányalakítási ütemtervvel. Eszerint hétfőn kerülne sor a két házbizottság együttes ülésére, hétfő délután és kedden a miniszterjelöltek meghallgatására, és szerdán kellene összeülnie a plénumnak a kormány beiktató szavazásra. Elmondása szerint nem hinné, hogy valamely politikai párt távolmaradással bojkottálná a szavazást, mert ez éretlen és felelőtlen magatartás lenne. Van egy jó ötleted, amit a közösség javára tudnál fordítani, de nincs kellő anyagi fedezetet hozzá? Ebben segít a gyergyói vállalkozók támogatásából összegyűlt pénz, az élményalap, amelyre október 29-ig lehet pályázni. A program megálmodói pedig már szervezik azt az élményvacsorát, melyet a Szent Miklós napok keretében tartanak, és amely újra megalapozza a következő évi kiírás anyagi hátterét. 2017-ben rendezte meg először a gyergyószent miklósi származású erdélyi Róbert Mazsi szülővárosában azt a vacsorát, mely egyfelől élményt nyújtott a vendégeknek, másfelől az itt begyűlt pénzből, további adományokból, illetve a kezdeményező hozzájárulásából hozták létre az élményalapot. Ez az a pénzalap, amelyet fiatalok pályázhatnak meg, és a közösséget gazdagító tevékenységeikre fordíthatják. Az élmény az, ami megmarad és örök, ez az élet eszenciája, fogalmazott az élet felismerésére alapozva Erdélyi Róbert, aki a napokban hazalátogatva a december 8-ai vacsorát szervezi, és egyeztet az élményalap adminisztrációs hátterét biztosító Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrás Központ munkatársaival. Úgy gondoltam, hogy ha már ez megvan, ez a felismerés, akkor valamilyen formába a gyergyói fiataloknak visszaadni ezt az életszemléletet, és erre alapult, vagy erre ez alapján lett megálmodva ez az élmény alap, ha úgy tetszik. És most már az idén harmadjára futunk neki ennek a úgymond, nem tudom, talán jó szó, hogy pénzgyűjtő adománynak, ami támogatja ezt a gyergyói közösséget, illetve gyergyói közösség adja ezt az egészetnek az alapot. Mi ugye egy éttermeket üzemeltetek, bár gondolom ezt már nagyon sokan tudják, és hát hogy egy az ottani stábból jövünk, és egy ilyen élményszerű vacsorát igyekszünk nyújtani, és abból adódott ez a bevétel teljes mértékben felajánljuk ilyenkor az alapítványok. Az élményalap idei kiírására október 29-ig lehet jelentkezni, mely 14 és 25 év közöttieknek szól, akik ifjúsági kezdeményezésre vagy ösztöndíjra pályázhatnak. A pályázat nem bejegyzett egyesületeknek, szervezeteknek szól, hanem magánszemélyeknek, és a megpályázható tevékenységek tárháza pedig meglehetősen gazdag. Elég változatos a pályázati adatbázisunk. 19 nyertesünk volt az elmúlt két évben, ebből 9 egyéni ösztöndíj és 10 csoport pályázott. Itt a sporttevékenységektől a zenélésig, táborszervezéstől, oktatásig sok minden volt ennek a 10 kezdeményező csoportnak a tarisznyájában, illetve egyéni ösztöndíjak például, hogy tudjanak elmenni egy konferenciára, vagy meg tudjanak írni egy tanulmányt, abban segítettük a fiatalokat. Én azért tartom nagyon fontosnak ezt az egész élmény alapkezdeményezést, mert végre nem merev körülmények között levegőhöz juthatnak a gyergyói fiatalok. Az érdeklődők, az esetleges jelentkezők mostantól útbaigazítást és segítséget is kérhetnek a főtéren található Polaris Oktatási Központ munkatársaitól. A pályázatok leadási határidejét követően október 31-én várják a kiírásra jelentkezőket a nyilvános meghallgatásra. A megpályázható keretösszeg idén több mint 500 000 forint, azaz közel 75 000 lej.
Minden nyertes a Gyergyószent Miklósi közösség építését célzó kiváló ötletet, ifjúsági kezdeményezést várhatóan 1500 lejjel tudnak támogatni. Az ösztöndíjak értéke pedig 500 lej lesz. A pályázati kiírással és általában az élményalappal kapcsolatos további információk a képernyőn látható elérhetőségeken találhatók. 25 ezer pedagógus elbocsátását vonhatja maga után a heti óraszám csökkentése az iskolákban, hívja fel a figyelmet a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A szakszervezet szerint a kezdeményezés hasznos lehet, de csak akkor, ha más kiegészítő intézkedésekkel, például az osztályok számának növelésével és az iskola utáni iskolaprogram országos szintű kiterjesztésével társul. Meglátásuk szerint a törvény kihirdetését követően egy sürgősségi kormányrendelettel ki kell tolni a jogszabály hatályba lépésének időpontját. A szenátus plenáris ülése döntéshozó testületként elfogadott hétfőn egy jogszabálytervezetet, amelynek célja a heti maximális óraszám életkor szerinti szabályozása az iskolákban. Újabb két pályázatot nyert a Gyergyószent Miklósi Örmény közösség, amelynek köszönhetően eszközökkel bővült az Örmény közösségi ház konyhája, és egységes ruházatot kap az Örmény kórus. Utóbbit a vasárnap 10 órakor kezdődő szentmise keretében adják át. A Gyergyószent Miklósi Örmény kórusnak 20 tagja van, és Bíró Zsolt kántor vezetésével igazán egyedi és különleges színfoltjai többek között a szentmiséknek. Különböző korosztályú személyek énekelnek a kórusban, és megfogalmazódott az igény, hogy szeretnének egységes képet mutatva megjelenni a különböző rendezvényeken. Az Örmény katolikus plébánia sikeresen pályázott Hargita megye tanácsánál. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az Örmény kórusunk, amelyik úgy érezzük, hogy egyik egyedi és kiváltságos helyzetben levő kórus, ebben a megtiszteltetésben van része, hogy egy közös megjelenésben, egyforma arculatban fogunk tudni megjelenni. A ruhák hasonlóak a vörösköpenyegekhez, tehát amikor megjelenünk a vörösköpenyegesek és a kórus, akkor egy arculatot képviselünk, és így tudjuk bemutatni azt a színességet, azt a másságot, amilyenek az örmények. Méltán híres az örmény gasztronómia, amit a Gyergyószent Miklósi Örmény közösség igyekszik továbbadni a fiataloknak is, ezért az Örmény közösségi házban kialakítottak egy konyhát, melyet igyekeznek évről évre bővíteni felszerelésekkel. Folyamatosan minden rendezvény, minden tevékenységünk mellett ott vannak a fiatalok. Ez mindegy, hogy kulturális, mindegy, hogy egyházi vagy civil, mindig próbáljuk a fiatalokat mozgósítani, velük foglalkozni, többek között a gasztronómiában is. Ezáltal egy kicsi ügyes felszerelt konyhát működtetünk, és ez a működtetés folyamatosan fejlesztjük. Ez a fejlesztés az idén egy 100 személyes tányérkészlettel bővült, illetve néhány fazéka, ami elengedhetetlen a főzések és a rendezvények elkészítése. Hargita megye tanácsának pályázatán a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület 2500 lejt nyert, ebből vásárolták a tányérokat és 6 nagyméretű fazekat. Szeptember 30-án zárult a jelentkezés az 5. legszebb erdélyi magyar dal tehetségkutatóra, melyre 13 zenekar közel 30 dallal jelentkezett. A zsűri két kategóriában választotta ki az idei év legjobb dalait, mivel idén a 25 év alatti kategóriában nevezett dalok mezőnye kiemelkedően erős volt, a zsűri úgy döntött, hogy a 25 év fölötti kategóriában rögtön kategória győztest hirdet, ez a Térerő zenekar Felhőnjárók című száma lett, míg a 25 év alatti kategóriában 5 zenekar dalait engedi versenyezni a döntőben. A jelöltek között 3 gyergyói is van, a Rafters Rossz felhők, Image Anita Tépjük szét és a Teddy Queen Nem szól rám című dala egyaránt esélyes. A döntő is a gálaest november 9-én lesz. Helyi termelők vásárát tartották nemrég Marosvásárhelyen. A Maros megyei tanács által első alkalommal szervezett rendezvény fő célja közelebb hozni a termelőt a vásárlóhoz. A hagyományos élelmiszer termékek mellett homoktövis és különböző népművészeti termékeket is elhoztak a Maros megyei termelők. Kézzel készült szépítőszerek, szappanok, különböző krémek széles skálája várta a vásárlókat szombaton a Bolyai Farkas Elméleti Liceum sportpályáján.
Maros megyei helyi termelők vásárát szervezték szombaton Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Liceum Fülöp György sportpályáján. A rendezvényen több mint 60 helyi termelőtől lehetett vásárolni. A Maros megyei tanács által első alkalommal szervezett rendezvény fő célja közelebb hozni a termelőt a vásárlóhoz. Hétféle tejkrémet készítek, és háromféle kiszerelésben. Van natur, karamellás, írkrémes, házi csokis, pudingos kakaós, és kétféle cukormentes. A házi csokisból és a naturból van cukormentes. A termelő elmondta, ezelőtt 4 évvel úgy döntöttek, feldolgozzák a tejet, és tejkrémet készítenek belőle. Alig több mint 1 éve kezdték el árulni a terméket. A tejkrémek mellett különböző sajtok, sajtkrémek, lekvárok, szörpök is fellelhetőek voltak az első alkalommal megrendezett helyi termelők vásárán. A kínálatból nem hiányoztak a mezőségi fűszerpaprika, a virágok, különböző gyümölcsökből készült pálinkák. Volt, aki a téli ünnepekre készülve csuhéból készült dísztárgyakkal érkezett. A csuhéfonással több évtizede foglalkoznak Nagykenden. A csuhéfonással azzal már a faluban hagyományosan 70 éve, 1947 óta, de ezekkel a termékekkel olyan 23 éve foglalkozunk. Virágokat is csinálunk, csak hát, ahogy elmondtam, ugye a vásáron voltunk Budapesten, és ott elkelt az árulás a többi része, és ezzel tudtuk csak ide jönni most jelen pillanatban. A hagyományos élelmiszer termékek mellett homoktövist, különböző népművészeti termékeket is elhoztak a Maros megyei termelők. Kézzel készült szépítőszerek, szappanok, különböző krémek széles skálája várta a vásárlókat szombaton a Bolyai Farkas Elméleti Liceum sportpályáján. Jelen pillanatban az őszi termesztésű fokhagymával jöttünk, és a feldolgozott termékkel. Fokhagyma pasztát készítünk, fokhagyma muzsét édes piros paprikával, és fokhagyma savanyúságot, meg különböző savanyúságokat, csipős paprika, uborka, zöld paradicsom, mind fokhagymával ízesítve. Meg tudunk ajánlani a kedves vásárlóinknak kimérve fél kilós csomagokba, meg kötésekbe, ahogy látják az asztalon is a kis vonatokat. A mezőmadarasi termelő elmondta, több hektáron termesztenek fokhagymát és fokhagyma vetőmagot is forgalmaznak. Első alkalommal rendezték meg a helyi termelők vásárát Marosvásárhelyen. A Maros megyei tanács által szervezett vásár szombaton délelőttől késő délutánig várta az érdeklődőket, vásárlókat Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum Fülöp György sportpályáján. Hétvégén átállítjuk az órákat, szombatról vasárnapra viradóra Románia áttér a téli időszámításra, október 27-én hajnali 4 órakor 3 órára állítják át az órákat, ezen az éjszakán így 1 órával többet alszunk, és ez lesz az év leghosszabb 25 órából álló napja. A nyári időszámításra március utolsó hétvégéjén térünk vissza, bár korábban Európa szerte felmerült az évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának megszüntetése, végleges döntés egyelőre nem született az ügyben. Bemutatták Csata Éva, Barnabás a vigasztalás fia című kötetét Marosvásárhelyen. A szerző a HIFA Románia Egyesület igazgatójaként több éve foglalkozik fogyatékkal, élőkkel, gondjukkal, sikereikkel. A könyv sok tabu témát tár az olvasó elé. Sokan voltak kíváncsiak Csata Éva legújabb könyvének, Barnabás a vigasztalás fiának bemutatójára. A rendezvényt csütörtökön este a Marosvásárhelyi Várkupola termében tartották. Barnabás a vigasztalás fia, az egy fogyatékkal élő férfiről szól, egy olyan fiatalról, aki 10 évesen válik sérülté, és végigjár egy olyan utat, amit elképzelhetetlennek tart, de végül sikerül neki. A szerző a HIFA Románia Egyesület igazgatójaként több éve foglalkozik fogyatékkal élőkkel, gondjukkal, sikereikkel. A könyv sok tabu témát tár az olvasó elé. Olyan fajta tabu témák, amik mindenkit érdekelnek, de nem igazán kapják a módját annak, hogy tegyék fel ezeket a kérdéseket, úgy önmaguk számára, mint a fogyatékkal élők számára. Ami visszajelzésként jött fogyatékkal élőktől, akik olvasták a könyvet, az az volt, hogy számukra is egy önmagukkal szembeni szembesülést jelentett, hiszen hangosan mertek gondolkodni olyan dolgokon, amiken addig keresztül mentek. A könyvbemutatón résztvevők a fogyatékkal élőkkel is megismerkedtek. Csata Éva vendégeiként képzőművésznek, énekesnek, táncosnak is tapsolhatott a közönség. Elsőként egy rövid táncbemutatót tartottak, Kerekes Székes Álom címmel.
Majd Anett és Ádám lépett a közönség elé. A szerző Csata Éva könyvére sokan voltak kíváncsiak. A bemutatón lehetőség volt az eddig megjelent könyvek megvásárlására, valamint kötetlen beszélgetésre is. Újabb két mérkőzést játszott a Sapientia U23-as csapata ellen a Gyergyói Hoki Klub. A romániai jégkorongbajnokság alapszakaszában rendezett mérkőzéseken ezúttal is fölényesen nyertek a pirosfehérek. Az első találkozón 6-1-es eredmény született, a gyergyói gólokat Leszkovsz, Zagidulin, Benedek Roland, Ferenc Csibi Róbert lőtte, Csergő Hunor kétszer is betalált az ellenfél kapujába. Szerdán este 10-3-ra győzött a Gyergyószent Miklósi csapat, Orbán Szabolcs kétszer, Zagidulin háromszor volt eredményes, Benedek Roland, Vorobjev, Sára Tibor, Péter Zsolt és Mircea Konstantin pedig 1-1 gólt lőtt. A Gyergyói Hoki Klubra a hétvégén ennél jóval nehezebb kihívások várnak. Pénteken Brassóban a Korona vendégeként, vasárnap hazai pályán a Csíkszeredai Sportklubbal vívnak 6 pontos, azaz az Erste Ligában és a romániai bajnokságban is számító mérkőzéseket. Ezek voltak híreink október 24-én. Köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!